Virágültetések, árokrendezés, csapadékvízelvezetés, sok szépítő és építő munka zajlott ma a városban. Ezekről is beszámolunk mai híradónkban, de előtte nézzük további híreinket röviden. Vasárnap választás, megmutatjuk, kikre szavazhatunk. Figyelem, lezárás, a Kazinci utca egy szakaszára nem lehet holnap behajtani. És a szakkör, makramé, a bútorfestés és a naturkozmetika egy kiállításon. A Cegrédi Városi Televízió pénteki híradóját látják. Jó estét kívánok! Vasárnap mindenki élhet alkotmányos jogával, önkormányzati képviselőt, polgármestert választhat Európa Parlamenti listákra, nemzetiségi jelöltekre adhatja le voksát. Mai híradónkban a következő percekben most azt mutatjuk meg, kik lesznek azok, akiknek nevével a szavazólapokon találkozhatunk. Polgármesterjelöltek, egyes földi áron LMP zöldek, kettes Knyulhajnalka Ágnes független, hármas dr. Lakos Roland független, négyes dr. Csáki András CLK Egyesület. 5-ös Barta Barna, Mi Hazánk. A Cegléd egyes számú egyéni választókerületben 1-es Falusi Marcell, CLK Egyesület, 2-es Földi Áron, LMP Zöldek, 3-as Barta Erzsébet, Mi Hazánk, 4-es Hegedűs Ágota, Fidesz-KDNP, 5-ös Benkó Rita, DK-MSZP Párbeszéd, Zöldek, 6-os Rápich László Zoltán, Néppártyán, 7-es dr. Dezsőfi Ferenc, CFE. Cegléd 2-es számú egyéni választókerület, 1-es Rimóci Gábor, Fidesz-KDNP, 2-es Orosz Zoltánné, CFE, 3-as Détári Dániel, LMP Zöldek, 4-es Smahajcsik Péter, független, 5-ös Varga Franciska Ildikó, CLK Egyesület, 6-os Fehér István, DK-MSZP Párbeszéd, Zöldek, 7-es Darányi Attila, Mi Hazánk. Cegléd 3-as számú egyéni választókerület, 1-es Horváth Takács Katalin, LMP Zöldek, 2-es László Ágnes, CLK Egyesület, 3-as Selmeci Csaba Péter, Mi Hazánk, 4-es Hernádi Péter, CFE, 5-ös Széchenyi Márton, Fidesz-KDNP, 6-os Goldstein Arnold, Néppártyán. 4-es számú egyéni választókerület, 1-es Bakosni Illés Fatime, Mi Hazánk, 2-es Csurgai Ilonna Zsuzsánna, DK-MSZP Párbeszéd Zöldek, 3-as Knyulhajnalka Ágnes, független, 4-es Kliment György, Fidesz-KDNP, 5-ös Keszthelyi Ferenc, CFE, 6-os Szobáti Árpád, CLK Egyesület, 7-es Kozákné Szendrei Gina, LMP Zöldek. 5-ös számú egyéni választókerület, 1-es Nagy Csaba József, Mi Hazánk, 2-es Szabó Sándor, Néppártyán, 3-as Tóth Béla, Memo, 4-es Németh Péter, LMP Zöldek, 5-ös Mészáros Béla, CFE, 6-os Spindelbauer Attila, CLK Egyesület, 7-es Imregi Tibor, Fidesz-KDNP. 6-os számú egyéni választókerület, 1-es Ványi Zsolt, CFE, 2-es Farsang Zoltán Róbert, Néppártyán, 3-as dr. Denerlei Ildikó, LMP Zöldek, 4-es Károly Ferenc, Fidesz-KDNP, 5-ös Bakos István Károly, Mi Hazánk, 6-os Palotai Lászlóné, CLK Egyesület. 7-es számú egyéni választókerület, 1-es Szlovák Mátyás, Fidesz-KDNP, 2-es Hegedűs Béla, Memo, 3-as Kuruc Barbara, Néppártyán, 4-es Rácz Tibor, LMP Zöldek, 5-ös Túri Krisztina, CFE, 6-os Varjasi Éva, CLK Egyesület, 7-es Stolc Otto, Mi Hazánk, 8-as Gulicska Lőrinc Attiláné, DK-MSZP Párbeszéd, Zöldek, 9-es Horváth Gábor, független. 8-as számú egyéni választókerület, 1-es Takácsné Gyüre Anett, Fidesz-KDNP, 2-es Bence Donát, Mi Hazánk, 3-as Sipos Mihály, LMP Zöldek, 4-es Kollár Zoltán, CLK Egyesület, 5-ös Molnár Gergely, CFE, 6-os Uzsák György, Néppártyán. 9-es számú egyéni választókerület, 1-es Hegedűs Sándor, LMP Zöldek, 2-es Bobár István, CFE, 3-as Éva Ferenc József, Néppártyán, 4-es Kónya Ágnes, Fidesz-KDNP, 5-ös Vámosi Márton, CLK Egyesület, 6-os Boda Dániel, Mi Hazánk. 10-es számú egyéni választókerület, 1-es Barta Barna, Mi Hazánk, 2-es Krivák Noémi, LMP Zöldek, 3-as Magyar Károly, független, 4-es Erdődi Péter, CFE, 5-ös Tótné Makács Márta, Néppártyán, 6-os Györe János, CLK Egyesület, 7-es dr. Ferenci Norbert, Fidesz-KDNP. Lesz a roma nemzetiségi önkormányzati választás is,
Itt a cikk összíneiben Jakab István, Jakab János, Jakab Krisztián, Horváth Zoltánné, Dankó Piroska és Jakab Istvánné neve szerepel majd a lapon. A JASZ színeiben pedig Dabis János, Lakatos Beatrix, Dabis Margit, Rafael Klaudia neve lesz rajta a szavazólapon. Lesz német nemzetiségű önkormányzati választás is a következő indulókkal. Gajdácsi Judit, Kis Zsuzsanna, Kövecses Judit Andrea, mindhárman a Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület jelöltjei. Idén ukrán nemzetiségű önkormányzati választás is lesz. A Muke Egység három jelöltjének neve lesz a szavazólapon. Ők Kökény Norbert, Jakab Zoltán, Kökényné Jakab Anasztázia. Elkezdődött az árkok rendezése a Nyárfa utcában. A városrész önkormányzati képviselője, egyben a Fidesz-KDNP jelöltje, dr. Ferenci Norbert elmondta, végre olyan helyre kerülhetett ez a munka a prioritási listában, hogy sor is került rá. Arról is beszámolt apró, de öröm, hogy a Budai úti tónál négy nyugágy is várja már a pihenni vágyókat. Rendhagyó módon most már nem csak padok, de nyugágyak is várják a Budai úti tóhoz érkezőket. A városrész önkormányzati képviselője elmondta, fontos, hogy legyenek ilyen apróbbnak tűnő, de fontos újítások is itt. Ugye azt mondják, hogy akkor jó egy képviselő, hogyha nem csak a kötelezőket tudja elintézni, nem csak az út, a közvilágítás és a csapadékvíz elvezetés mindig, hanem valami kis apróság, valami kis új, valami kicsi szokatlan. Na, ilyen történt most, ilyet készítettünk ide, Jung Gábor barátommal közösen. Négy darab napozó ágy került ide a tó és a Kondi Park közé az öreg szőlőbe. Szintén Jung Gáborral való együttműködésnek köszönhetően kerültek ki ilyen nyugányok a fürdőbe is, és virágtartók például az egyik itteni étterem elé. Dr. Ferenci Norbert beszélt a közeli Fabusz megállóról is, arról miért nem újult meg az augusztusi vihar óta. Annyira megrongálta a vihar, hogy nem is érdemes már helyreállítani, el kell bontani, ez az én véleményem, és azzal a céggel kell egyeztetni, aki a belvárosi buszmegállókat építette, és használja ki reklámfelületnek, és építse meg gyakorlatilag a reklámfelületért cserébe nekünk ingyen. Ez az én célom ezzel. Ugyanis az a hely ott már nem annyira intenzíven a turisták által használt, mint ez a rész itt. Oda fölösleges az a szép buszmegálló, amit minden évben csak festeni kell, és újra csiszolni, újra gyalulni. Oda kell egy időtálló busz megálló, ami a városban is megszokott. Ettől a helyszíntől távolabb a Nyárfa utcában pedig mindeközben fontos munka kezdődött. Sok panasz érkezett, mondta dr. Ferenci Norbert a Mező utcába torkolló utcákból. A panasz mindig az volt, nem folyik el a csapadékvíz. Most végre ez a munka is elkezdődhetett. Sajnálom, hogy mindig túllépett rajta polgármester úr az elmúlt időszakban, de most végre a prioritási listák elejére kerülhetett, és ezért elértünk a 2024-es évben erre is. Az előző ciklusban már elkészült a Mező utcában a nagy befogadó képességű árok. Ez viszont csak akkor tudja elvezetni a csapadékvizet, ha a betorkoló utcákból össze tudja gyűjteni, mondta dr. Ferenci Norbert. Virágokat ültetett az ellopottak helyére a Rákóczi út egyik társasháza előtt az LMP Zöldek polgármester jelöltje és a kettes választókerület LMP Zöldek színeiben induló önkormányzati képviselő jelöltje. Dítári Dániel elmondta, a közösségi oldalakon látták, valaki vagy valakik ellopták innen az éppen teljes pompájukat mutató növényeket, ezért hoztak újat. Virágokkal teli rekeszekkel érkezett a Rákóczi út egyik társasházához az LMP Zöldek polgármester jelöltje és a kettes választókerület önkormányzati képviselő jelöltje. Dítári Dániel segíteni szeretett volna, hogy újra teljes pompáját mutassa a kiskert, virágzó növényekkel együtt, mert pont ezeket lopta el, csonkította meg valaki vagy valakik. Itt vagyunk a kettes kerületben, hiszen a közösségi oldalakon látszódott, hogy megrongálták a virágos kertet, illetve meglopták, úgyhogy az LMP támogatottságával úgy gondoltuk, hogy telepítünk a helyére néhány virágot, ezzel is zöldítve, illetve szépítve cegvédet. Dítári Dániel arról is beszélt, véleménye szerint a közbiztonságon van mit javítani. Nem csak itt ebben a városrészben, komplexen a városban. Hiszen a zöldítés is akkor lehet csak eredményes, ha nem lopják el időről időre a gonddal elültetett és ápolgatott növényeket, mondta az önkormányzati képviselőjelölt. Cegvéden azt lehet mondani, hogy a közbiztonság hiányos, a rendőri jelenlét
nem túlzó, úgyhogy én a kerületben szeretnék ezen javítani, illetve zöldítést is szeretnék. A közbiztonság ugye a rendőri jelenléttel lehet, rendőri jelenlétet lehet fokozni, így ugye talán a lopásoknak a száma csökkenhet. A zöldítést azt pedig már elkezdtük képviselőtársaimmal. Virágokat, palántákat osztanak már hetek óta a képviselőjelöltek választókerületeikben. A plakátokra, kampányra kapott pénz jelentős részét költötték el a növényekre, mondta Détári Dániel. Kampány záró estre várta a választókat, érdeklődőket a Ceglédért Független Egyesület. A Kossuth Művelődési Központ kamaratermében nem csak a szervezet jelöltjei, az egyesület által támogatott polgármesterjelölt dr. Lakos Roland mutatkozott be és mondta el gondolatait, terveit, de az ország egyik legismertebb és sokak által szeretett művészét is meghívták. A résztvevőknek Kökény Attila énekelt az esten. Vasárnap választás, véget ér a kampány, záró rendezvényeket, programokat tart a legtöbb jelölő szervezet. A Ceglédért Független Egyesület a Művelődési Központ kamaratermébe várta az érdeklődőket. Itt értékelték az elmúlt hetek, hónapok munkáját is. Azt gondolom, hogy mind a médiában, mind a különféle online felületeken mi, amit tudtunk, megtettünk, tehát kellőképpen felkészültünk, és ez a záró rendezvény, a mai napi záró rendezvény itt a Kultúrházban, ez ékes bizonyíték arra, hogy jól felkészültünk, és nagyon bízunk a sikerünkben. Minden jelölt, jelölő szervezet számára a legfontosabb kérdés, hogy ön hány emberhez jutott el üzenetük. Én azt tudom mondani, hogy mi mindent megtettünk mindenféle felületen, amin tudtunk kommunikálni a lakossággal. Aztán majd meglátjuk, hogy mennyire volt elég, mennyire nézte ezt a lakosság, a Facebook oldalakat, a televíziót, az újságokat. Ez majd kiderül vasárnap este. A kampányzáróra érkező érdeklődőket elsőként egy ajándékműsor várta. Az ország egyik legismertebb és nagyon sokak által kedvelt előadója, Kökény Attila lépett színpadra. Majd minden jelölt néhány gondolatot osztott meg az érdeklődőkkel. Az egyes számú egyéni választókerület jelöltje dr. Dezsőfi Ferenc az egészségügy, Orosz Zoltáné a kettes választókerület jelöltje az oktatás, a hármas választókerület jelöltje Hernádi Péter a kultúra, a négyes választókerület jelöltje Keszthelyi Ferenc gazdaságfejlesztés. Az ötös választókerületben induló Mészáros Béla az ingatlan hasznosítás. A hatos kerület jelöltje Ványi Zsolt a sport. A hetes választókerületben induló Túri Krisztina a közterületek fejlesztése, gondozása. A nyolcas kerület jelöltje Molnár Gergely a fiatalság helyzete. A kilences választókerületben induló Bobál István a közlekedés, közbiztonság. A tízes egyéni választókerület jelöltje Erdődi Péter pedig közösségépítés témakörben osztotta meg gondolatait a kampányzáró résztvevőivel. De terveiről, céljairól beszélt az egyesület által támogatott polgármesterjelölt dr. Lakos Roland is. A Magyar utca után a Kender utcában folytatódott az árok, a csapadékvíz elvezetése rendezése a 8-as választókerületben. A körzet önkormányzati képviselője Takácsnyi Györe Anett elmondta, a reményei és a tervek szerint hamarosan a nyár végén, vagy az ősszel az aszfaltozás is elkezdődik. Ma kora reggel már rendezett árkok fogadták az ott élőket és arra járókat a Kender utcában. Ma is dolgozott már korán a gép, hogy egymás után markolja ki a víz útjában lévő földet, növényzetet. Legutóbb ebben a választókerületben a Magyar utcában zajlott hasonló munka. A csapadékvíz elvezetése rendezése most tehát a Kender utcában folytatódott. Először is árokprofilozás történik, patkanyesés, ugyanúgy, mint a Magyar utcában. Javarészt itt is nyitott árkok vannak, szikkasztó árkok, viszont itt egy oldalban van ebben az utcában csak. Az, hogy az árkok rendben legyenek, szemét, túl sűrű növényzet ne akadályozza a víz útját, a lakók feladata. De most az árkok nagyobb szabású rendezését kérte a városrész önkormányzati képviselője. Ez a munka azért is nagyon fontos és sürgős volt, mert a remények szerint az utca megújulása hamarosan magával a burkolattal folytatódhat. És akkor ezt követően, ha jól tudom, és nagyon bízok benne, hogy így is lesz, a nyár vagy ősz folyamán a Kender utcának az aszfaltozása is meg fog történni. Ugye azért is kezdődött most ez a csapadékvíz rendezés, hogy ez is rendben legyen. Az árkok most már itt is rendben vannak, itt is befejezték a munkát. A piacnál találkoztak ma reggel a Ceglédi Lokálpatrióta Klub Egyesület jelöltjei. Úgy gondolták, hogy a kampány végén még szeretnének minél több szavazóval beszélgetni, ha arra lehetőség van. Az elmúlt hetek tapasztalata egyébként számukra azt mutatta meg, az emberek szívesen beszélnek gondjaikról, választókerületük megoldandó problémáiról.
A belvárosi piacnál ma reggel a Ceglédi Lokálpatrióta Klub Egyesület minden önkormányzati képviselőjelöltjével találkoztattak a választók. A szervezet ugyanis úgy gondolta, itt és így zárják a kampányt. Egy nagy közös beszélgetéssel fogalmazott Varga Franciska. Az elmúlt hetekben a körzeteket jártuk, de sajnos próbáltunk mindenkivel találkozni, de sajnos nem jött azért össze, hiszen valamikor nem voltak otthon. Így még utoljára szerettünk volna lehetőséget adni, hogy akinek nem sikerült találkozni a képviselőjelöltjével, az most itt lehetősége van személyesen. De bíztatok mindenkit azért, hogy az utolsó pillanatokban is még nyugodtan telefonon vagy közösségi oldalakon keresse meg a jelöltjét. Mi úgy gondoljuk, hogy fontos a kommunikáció. A kopogtatások során is nagyon sok pozitív gondolatot hallottunk, pozitív visszajelzést, nagy beszélgetések zajlottak. Ezt szeretnék folytatni a jövőben is, mondta Varga Franciska. Elmondta, alapvetően nyitottságot tapasztaltak a választók felől, sokukkal és sokat beszélgettek az elmúlt időszakban. Van, aki nagyon örült, hogy ott voltunk, megosztotta az összes problémáját, elmondta, mit lehetne csinálni a körzetbe, nagyon jó eszmecserék voltak, visszavárnak, van, már többször visszamentem az elmúlt 4 hétben, és várnak sok-sok szeretettel, de ez a többi jelöltről is elmondható, és van, aki egy kicsit zárkózottabb, nehezebben nyílik meg, de azért valahol azt mondom, hogy minden emberrel egy kis beszélgetést lehetett kezdeményezni. A 2. számú egyéni választókerület jelöltje azt is kiemelte, fontos, hogy minden választásra jogosult ceglédi menjen el vasárnap szavazni, nyilvánítson véleményt. A Vakbottyán utca Szolnoki út kereszteződésében a biztonságos gyalogos és kerékpáros átjutás szorgalmazza a 3. választókerület önkormányzati képviselőjelöltje. László Ágnes elmondta, az már biztos, hogy az új rendelő intézetnél épülő 2-ös körforgalommal egy időben kerékpárutat alakítanak ki a Huszár laktanyáig. A jelölt beszélt arról is, a Kernács teletnél szintén szükség lenne kerékpárútra. A nap minden szakában óriási forgalom van a Szolnoki úton. A Hubertus Parknál kerékpárral közlekedőknek nincs könnyű dolguk, hogy a sok autó között biztonságosan jussanak el a belváros felé, mondta a 3. választókerület önkormányzati képviselőjelöltje. László Ágnes hozzátette, lesz megoldás a problémára. Ma kaptam a nagyon jó hírt, hogy a 2-ös körforgalommal egyidejűleg az út jobb oldalán kialakításra kerül egy kerékpárút a Vakbottyán utcáig. Ennek a meghosszabbítását a jövőben be kell tervezni, hiszen még a Huszár lakóparkig el kellene vinni, hogy onnan is biztonsággal tudjanak közlekedni. A Ceglédi Lokálpatrióta Klub Egyesület jelöltje úgy folytatta, a kerékpárút jó, de egyéb javaslata is van, hiszen a Szolnoki úti lakótelepen élők többször is megkeresték, hogy a nagy autós és kamionos forgalom miatt csak nehezen tudnak átjutni a túloldalra a Vakbottyán utcához. Ugyan a Szolnoki út a magyar közút kezelésében van, de erre a szakaszra mindenképpen kellene egy gyalogátkelőhely, tette hozzá László Ágnes. Ezzel kapcsolatban ugyanúgy azért tudok jó hírt mondani, hiszen a Szolnoki út ezen szakaszán 2 gyalogátkelő hely is lesz kialakítva. Az egyik a 2-ös körforgalommal egyidejűleg fog megépülni, a másik pedig a most készülő bevásárlóközpontnál lesz, a Huszár lakóparknak a bejáratánál. Így azért kétségessé válik a mostani szabályozásuk alapján, hogy ide a Vakbottyán utcára lehet-e zebrát telepíteni, viszont mindenképpen szükséges, hiszen nagy forgalmat lebonyolító területről van szó, és egyelőre még veszélyes az átkelés. A képviselőjelölt egyéb terveiről is beszélt, mint mondta, a Kernács telepnél is szükség lenne kerékpárútra, hiszen itt is nagy forgalmú útra csatlakozik be a városrész. Már Csáki András polgármester úr korábban nyilatkozott arról, hogy a 311-es út felújításával párhuzamosan egy kerékpáros út is kerül kiépítésre. Ez lesz az a momentum, ami a Kernás telepet bekötheti a kerékpáros, illetve a gyalogos hálózatba meglévőbe. A 311-es út felújítása 2028-ban valósulhat meg, de a tervek már megvannak, és engedélyezésre várnak, folynak az egyeztetések az esetleges kerékpárút kialakításáról is, tette hozzá a képviselőjelölt. Virágokkal lepte meg a Selyem utcai társasházakban élőket Kollár Zoltán, a Ceglédi Lokálpatrióta Klub Egyesület önkormányzati képviselőjelöltje. A szőlővirágokat a társasházak előtti kertbe ültettek, és mint mondta, az öntözésükről is gondoskodik. A jelölt hozzátette, szeretné, ha a választókerületben folytatódhatna a virágültetési program. Többek között ezek a fehér színű virágok díszítik a Selyem utcai társasházak előtti kiskertet.
A növények nem régen kerültek a földbe, mondta Kollár Zoltán, a 8-as választókerület önkormányzati képviselőjelöltje. A múlt hét folyamán elültettünk több mint 30 cserépvirágot. Nagyon-nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy szebbé tegyük a körzetünket, környezetünket. A lakosoknak egy kicsi boldogságot, örömet csalva az arcukra. Mi saját kezűleg telepítettük ki a virágokat. Mindenképpen fontosnak tartom azt, hogy a virágok ültetésekor felvegyük a kapcsolatot a körzet lakóival, beszélgessünk a véleményüket, a tapasztalataikat, a problémákat meghallgatva tudjunk rajta segíteni. A Cegrédi Lokálpatrióta Klub Egyesület jelöltje elmondta, pozitív visszajelzéseket kapott a kiültetett virágok kapcsán, melyek, mint fogalmazott, néhány hét múlva még szebbek lesznek. Szőlővirágokról van szó, tudni kell róla, hogy jól bírja a napot, jól bírja a szárazabb időszakokat, mindenképpen szükséges természetesen az öntözése, ezt mi vállaltuk is, heti szinten ki fogunk jönni és megöntözni. Bízom benne, hogy nyár végére gyönyörű szép gömbvirágokat fogunk látni itt a területen. A 8-as választókerület képviselőjelöltje hozzátette, szeretné, ha a jövőben még több növény díszítené az utcákat, és folytatódna a virágültetési program. Feltöltötték és rendbe tették a Kékkő utca végén azt a fordulót, amely már egyébként is nehezen volt járható. Egy elakadt kukásautó és az annak segítségére siető teherautó miatt azonban mostanra már teljesen járhatatlan lett. Így nézett ki még két hete a Kékkő utca végén a forduló. A hulladékszállító járat igyekszik itt megfordulni időről időre, de a saras, vizes terület már egyre kevésbé volt járható. El is akadt egy kukásautó, olyannyira, hogy egy még nagyobb járműnek kellett a segítségére sietnie. Ez viszont már annyira tönkretette a talajt, hogy nem lehetett tovább halogatni a rendbetételt. A várva Kft. Földdel zúzott kővel terítette le ezt a területet, kiegyenlítették, tömörítették, így most már nem akadnak el az autók, teherautók. A választókerület önkormányzati képviselője Krémen György elmondta, murvás zárást is kap az út, hogy valóban jól járható legyen. Családi és pálya orientációs napot tartanak holnap a Református Általános Iskolában és annak környékén, ezért szombaton reggel 6 órától 17 óráig lezárják a Kazinci utca, Kossuth tér és Szív utca közötti szakaszát. Családi és pálya orientációs napot rendez holnap a Református Általános Iskola és Óvoda Diák Önkormányzata. Az esemény biztonságos lebonyolítása érdekében lezárják a Kazinci utca érintett szakaszát, vagyis a Kossuth tér és a Szív utca közötti részt. A lezárás szombaton reggel 6 órakor lép életbe, és szombaton 17 óráig tart. Fontos, hogy a rendezvény időtartama alatt az érintett lakosság Zsák utcaként kétirányú forgalom lebonyolításával és a polgárőrség irányításával használhatja a Kazinci utca érintett szakaszát. Kérik, hogy a rendezvény időtartama alatt a környéken fokozott figyelemmel közlekedjenek, figyeljék a kihelyezett közlekedési táblákat, kövessék a rendezvényt biztosító jelzőrök utasításait. Makrami, a bútorfestés és a naturkozmetika szakkörök tagjai által készített alkotások láthatók a Kossuth Művelődési Központ Kamara Galériájában. A szakkörök nagyon értékes tevékenységeket foglalnak magukba, amelyeket összeköt az alkotás öröme, mondta megnyitón Cipperer Zsófia, a Nemzeti Művelődési Intézet vármegyei igazgatója. Hol nem volt, hetet-hét országon is túl volt, még az óperenciás tengeren is túl, ahol a kurta farkú malac túl, volt egy szegény ember, s annak három fia. Rónai Dóra Adrienna, Várkonyi István Általános Iskola 4. D-osztályos tanulója, a Nagyot mondó legény című népmesével köszöntötte az Aszakör Cegléden kiállítás megnyitóján a vendégeket. A tárlaton a foglalkozások tagjai által ebben az évadban készített alkotások láthatók. A kiállításon bútorfestés, makramé és a naturkozmetika mutatkozik be. Cegléd olyan település, amely nagyban meghatározza a régió kulturális életét és közművelődését, mondta megnyitó beszédében Cipperer Zsófia, a Nemzeti Művelődési Intézet vármegyei igazgatója. Cegléd számos nagyszerű programot, értéket tud felmutatni, és pontosan ezért dicséretes, hogy nagyvárosként fontosnak tartja a kis közösségeit is. Sikeres egy több száz, több ezer embert megmozgató fesztivál, de ugyanilyen sikeres ez a mai kiállítás megnyitó, hiszen a helyi kézműves alkotók munkáit csodálhatjuk meg. Olyan alkotó közösségeknek a legkedvesebb munkáit, amelyek már családként működnek és dolgoznak össze.
A Nemzeti Művelődési Intézet Pest vármegyei igazgatója arról is beszélt. Amikor elindították az Asszakkör programot, ugyan volt arról sejtésük, hogy egy különleges projekt lesz. Ám az elmúlt évek alatt elért sikerek minden előzetes várakozást felülmúltak. Mint mondta, a program eljutott a nagyvárosokon keresztül egészen az apró falvakig. A szakkörök száma folyamatosan bővült, mind az igénylésekben, mind pedig az újabb és újabb foglalkozás stílusokban. Segítségükkel újra felfedezték a kis közösségek, a régi mesterségek és a hagyományok értékét. A ceglédi asszakkörösök is átadói, átörökítői lettek ezeknek a népi foglalkozásoknak. A makramé, a bútorfestés és a naturkozmetika szakkörök is nagyon értékes tevékenységeket foglalnak magukban, amelyeket összeköt az alkotás öröme. Bízom benne, hogy még nagyon sok szép munkával fogják megörvendeztetni önmagukat, családjukat, településüket, és az alkotókedvük töretlen lesz. Az ingyenesen megtekinthető kiállítás június 28-áig látogatható a Kossuth Művelődési Központ Kamara Galériájában. Tartsanak velünk a híradó után, és adásunk folytatásában a tegnap rögzített polgármesterjelölti vita ismétlését láthatják. Hétfőn pedig már a friss választási eredményekkel jelentkezünk, éljenek alkotmányos jogukkal, menjenek el szavazni. Hétfőn találkozunk, viszontlátásra!